szívből gratulálunk, és fogad szeretettel első szavazásodon. Sikeres szavazást! Okay. Nemzeti színű karperecet kapott a szavazatszámláló bizottság egyik tagjától, tudja Zsófi. Az Rényi Ilona gimnázium diákja 10 napja töltötte be a 18. életévét, így életében először vehetett részt az országgyűlési választásokon. Azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy élhet állampolgári jogával. Nagyon megtisztelő, ugyanakkor kicsit fura is volt, hiszen az iskolában már tanultunk magáról a szavazási rendszerről, viszont átélni még sosem éltem át, de nagyon örülök, hogy végre ezt is megtapasztalhattam. Illetve fontosnak tartom, hogy mint magyar polgár, egy állampolgári kötelezettségként eljöjjek is szavazzak. Zsófi mellett sok olyan fiatal vett részt a választásokon, akik először gyakorolhatták állampolgári jogaikat. Ők azt mondták, izgatottan jöttek el szavazni. Nagyon izgulok, mert nem is tudom, hogy mit kell csinálnom, hogy hova álljak, vagy merre menjek. Úgyhogy hát elég izgalmas a helyzet. És hát én mindenképpen akartam jönni szavazni, mert úgy érzem, hogy ez fontos számomra. Mert hogy mégiscsak első szavazás. Mások már rutinosan vettek részt az országgyűlési választásokon. Ők pontosan tudták, hogyan működik a szavazás. A megkérdezettek egy része azt mondta azzal, hogy kifejti a véleményét, a hazát szolgálja. A haza szolgálatában tartottam fontosnak, mert ez a legfontosabb nap, talán az évben. És itt kell lenni mindenkinek, akinek fontos a haza. Nyíregyházán egész nap azt lehetett tapasztalni, hogy többen mennek el szavazni, mint 4 évvel korábban. A nem végleges adatok szerint az egyes számú választókerületben a választópolgárok közel 69%-a járult az urnákhoz, a kettesben pedig néhány tized eltéréssel közelítette meg a 63%-ot a részvétel. A legtöbben egy Ungvár sétányon lévő szavazókörben éltek a szavazás lehetőségével. Itt 941 szavazásra jogosultból 792 állampolgár adta le a voksát, ami több mint 84%-os részvételt eredményezett. A legkevesebben pedig a 47-es szavazókörben mentek el. Itt 2184 szavazásra jogosultból csak 487 fő jelent meg, ami alig több mint 22%-os részvételt eredményezett. A megyeszékhelyen a választás rendkívüli események nélkül folyt. A város 100 szavazókörében 19 órakor lezárult a szavazás, és megkezdődött a lapok feldolgozása. 18 óra 55-kor jött az utolsó szavazni kívánó állampolgár, leszavazott, 19 órakor az urnát, a szavazást beszüntettük, az urnát lezártuk, és ezt követően megkezdődött az érdemi munka, és megkezdtük a szavazatoknak az összeszámlálását. Jelenleg már végeztünk a számlálással, és a számlálást többször is elvégeztük, és leellenőriztük, és minden szám a végére passzolt. Nyíregyházán 2 szavazókörben, a 2-esben és a 73-asban nem hirdettek egyenlőre végeredményt. Ide várják ugyanis azoknak a nyíregyháziaknak a szavazatát, akik külképviseleteken vagy az ország más pontján adták le voksaikat. Ezeket a szavazatokat április 14-éig fogják összeszámolni. A helyi választási bizottság jelentése szerint ezek a szavazatok matematikailag nem befolyásolják a kialakult eredményeket.